Egyéniben és csapatban is több hazai érmet hozott a pünkösd vasárnap megrendezett első hegyi váltófutó magyar bajnokság. A versenynek Miskolc egészen pontosan a Görömböly adott otthont. A váltó mellett egyéniben is több kategóriában küzdöttek a rajtozálók, és a Miskolci Sportiskola és a DVTK is első és második helyezésekkel zárta az eseményt. Ezek a bemelegítés pillanatai a Görömbölyi Pincesoron és környékén megrendezett váltó országos bajnokság csapatversenyének rajtja előtt, ahol egyszerre teljesítette a távot a női és a férfi mezőny is. A váltóban 12 négyfős csapat állt rajthoz, és teljesítették a 4x3400 méteres távot. Az erős mezőnyben végig nagyon magabiztos volt a DVTK női együttese, a fák között sáros, nedves, a többi részen már szárazabb körülmények között is. 104-es rajtszámmal pedig a csapat utolsó embere német Luca várta a váltást, amit végül a női mezőny első helyén hajtott végre DVTK váltója. Jön az első női csapat, 49-57! A több ifjúsági világbajnoki érem tulajdonosaként és a mezőny talán a legjobbjaként Luca esélyt sem adva az ellenfeleknek magabiztos győzelemhez segítette csapatát, megszerezve így az első hegyi váltófutó magyar bajnokság aranyérmét. Szerintem ez egy izgalmas pálya, inkább azt mondanám. 3,4 km, 3,5, ennyit mért körülbelül az órám, és 130 méter szintemelkedés volt benne. Pozitív és negatív egyaránt, és úgy, ahogy átnéztem apukámmal a pályát, azért volt igazából szerintem trükkös, mert 500 méterenként változott a karakter, és nagyon nehéz volt egy picit így hozzászokni az ember, amikor elindul felfele, aztán hirtelen vége is, és aztán már jön a lefele, és nagyon gyorsan át kellett váltani. Illetve egy kicsit azért a rossz időjárási körülmények miatt sár volt a pályán, de ez csak egy-két részen nehezítette meg a dolgunkat. Mindemellett a váltó utolsó embereként a csapat első futójától már a tapasztalatokat is begyűjthette Luca, hiszen ez a csapatmunka nagy előnye. Szeretem megkérdezni, meg bíztam is egyébként a Nikóba, mert jó barátok vagyunk, sokat edzünk együtt, tehát azért már így egymásra vagyunk hangolódva, tehát tudtam, hogy ha ez mondott valamit, hogy melyik rész esett neki rosszul, az valószínűleg nekem is rosszul fog esni, vagy hogy mit tapasztalt ilyenkor, azért szeretem tisztában lenni a dolgokkal, szeretem megkérdezni, hogy mire számítsak. Ez a hegyi futóverseny volt a sportág hazai történetében az első váltó viadal, tehát ez egy sporttörténeti győzelem is volt egyben. Jobb volt, igen, mert legalább csapatban voltunk most, tehát nyilván szeretek egyedül is futni, meg hát a futás az egyéni sportág igazából, de sokkal izgalmasabb szerintem, hogyha egy ilyen kicsit ilyen csoportverseny lesz belőle, vagy hogy egy csapatban lehet futni, az úgy sokkal izgalmasabb. Németh Lucát az ő versenyzését is nagyon komolyan érintette a Covid helyzet, így a folytatásról, a várható lehetőségekről is kérdeztük az újdonsült magyar bajnokot. Ez volt az első szerintem ilyen versenyünk így a idei évben, vagy hát talán a második. Hát kicsit azért fura volt, meg még vissza kell szokni a versenyszituációba, de hát reménykedünk benne, hogy egyre több versenyen lehet majd részt venni, és hát nagyon örülünk, hogy ennek is lehetőséget kaptunk, hogy itt is futhassunk most. A szervezők nagyon bíznak benne, hogy meg fogják tudni tartani, illetve hogyha nem is teljesen nyíltan, akkor ilyen buborékrendszerben csak a versenyzők, a kísérők nem lehetnek majd ott a pályán, de most nagyon úgy néz ki, hogy meg lesz tartva szerintem augusztus elején a világbajnokság, hát nagyon bizakodunk benne. Itt pedig már Iván Levente, a DVTK fiú váltójának utolsó embere készül a váltásra. A magyar futó esem mögött 1 perc 40 másodperccel váltó csapat záró embere is megtett mindent az ő körében, de előre lépnie nem sikerült, így pedig egy nagyon szépen csillogó ezüstérem lett a fiúk erőfeszítésének jutalma. Kemény verseny volt nagyon, ez volt ugye az első ilyen váltó B-terepen. Ez ebből adódóan egy különleges verseny volt, hogy ilyen még nem volt, hogy a terepet, azt a váltóval, a váltóversennyel egybekössük. Ez Atosz bácsinak ugye az ötletére szerveződött meg a MASZ-ba, ő ezt be tudta tenni ezt a versenyt a MASZ-os naptárba, és ez tök jó szerintem, hogy egy ilyet sikerült megcsinálnia. És hát nagyon erős csapatok is gyűltek össze. Mint első ilyen verseny, engem meg is lepett, hogy ilyen így a vírus helyzet ben is ennyien voltunk ezen a versenyen, 12 csapat volt a lányokkal és a fiúkkal együtt, vagy férfiakkal, nőkkel együtt, és mi ugye második helyet értünk el a Diósgyőr csapatával, és szerintem mindenki maxon tolta ezt a kört, nagyon változatos szintemelkedés is volt benne elég rendesen, de ugyanúgy technikás volt, lejtők is, soros pálya volt, nehéz pálya volt, mindenki oda tette magát a mi csapatunkból is, és a többieket is láttam. Akik meg az elsők lettek, ők nekik ez a specialitásuk, ők egy konkrétan egy terepfutó egyesület,
nekik az összes versenyzőjük nagyjából erre a szakágra specializálódott. Jó barátom az egyik szakosztályvezető ott, és tudom, hogy ők nagyon, nagyon sok kemény munkát beletettek, aminek itt ki is jött az eredménye, úgyhogy én gratulálok nekik, nagyon szép volt. És a mi csapatunkról is, a lányokról is, rólunk is, én úgy érzem, hogy itt mindent beletettünk, és ez egy színvonalas, jó versenye volt ennek az egész kezdeményezésnek, hogy a váltóversenyeket rakjuk bele a terembe, és vegyítsük a kettőt. Úgyhogy én örülök, hogy itt lehettem, és egy ilyen jó versenyt tudhatunk magunk mögött. Vajon másként fut a sportoló, ha egyéniben szerepel, és másként, ha mondjuk egy csapat tagjaként a többiekért is küzdenie kell? Szerintem abszolút, mindenképpen benne van az az emberben, hogy oké, okay, már a negyedik vagyok, fáradt vagyok, nagyon rossz, felfelé kell tolni, de tudom, hogy az előttem lévők meg mindent beleraktak, és most rajtam menjen el, menni kell mindenképpen, és ez egy plusz motiváció, hogyha már magunknak fel is adnánk, persze sosem adunk fel egy versenyt, de hogyha magunkból vissza is vennénk egy picikét, nem tesszük meg, mert a többiek ott vannak. Úgyhogy mindenképpen ad egy plusz löketet az embernek, hogy tudja, hogy másokért is megy, nem csak magáért. Rákérdeztünk Levente, illetve a csapat esetében is arra, hogy hol és mikor folytatódik majd a miskolci verseny után a szezon. A nyár elején szoktak még versenyek lenni nekünk, akkor vannak az országos bajnokságok a pályán, pályaversenyekből. Ide tervezünk menni, ez június elején lesz, vagy június közepén lesz a korosztályos, és a nyár közepén szokott lenni a felnőtt országos bajnokság, ahonnan a Diósgyőrből is, meg az MVS-iből is elég nagy számba, szép számba ott szoktunk lenni, és ott szereplünk. És illetve még mi terepen is fogunk versenyezni nyáron, ha a vírus helyzet engedi, akkor a csoportnak egy egész nagy része, 5-6-an is válogatottságot szereztünk, vagy még lesznek válogató versenyek, de azzal számolunk, hogy válogatottságot fogunk szerezni az Olaszországban megrendezendő utánpótlás Skyrunning világbajnokságra, és ide Atosz tanítványai közül 5-6-an is valószínűsíthetően képviselni fogjuk a hazánkat, úgyhogy ez a fő verseny, amire épül majd a nyár, ez augusztus elején lesz megrendezve. Hangozzék el természetesen az egész csapat névsora, az első helyen záró lányok esetében Behán, Anikó, Zákányi, Panna, Rokonai, Szonya és Németh Luca. A fiúknál pedig Iván Levente mellett Bulitka László, Pócs Levente és Sein Péter harcoltak meg a pályán a csapat ezüstért. A férfiak 6,8 kilométeres egyéni távján küzdött nagyot, és első helyen ért célba a DVTK versenyzője Kovács Máté. A Csömör Ese versenyzője Víg Zoltán nyerte a 10,2 kilométeres távot 45 perc 59 másodperces idővel. Ugyanitt a futóversenyek régi szereplője, nagy bajnok, a Bogár János a harmadik lett. A női győztes pedig ellentmondás nem törő futással, nagyon szép teljesítménnyel a Miskolci Sportiskola versenyzője Lövei Vanda lett az első hegyi váltó futó magyar bajnokságon.